Jó estét kívánok mindenkinek, felkonferálom saját magamat. Már ott hátul nevetnek. Hát ilyen közepesen rossz poén volt. Ugye nagyon nehéz dolog megmondani, mi az, hogy humor, kire hogyan hat, milyen korszakokra hogyan hat, milyen generációkra hogyan hat. Egészen más humorunk van nekünk, mondjuk közép generációknak, vagy mint mondjuk a mostani 10-20 éveseknek. Más hat ránk. Nem is értjük, mind röhögnek a fiatalok. Sokszor mi se értjük azt, hogy mind röhögtek a 19. században, mert a fennmaradt különféle vicclapok, érclapok és a karikatúraik, igazából torz ábrázolások, olyan sztorik vannak benne, olyan személyek vannak ezekben a érclapokban kipellengérezve, akiket jószerűen nem is ismerünk, vagy ha ismerünk is, nem tudjuk, hogy mit kell tudni róluk, ami vicces. Hát eléggé keserves vállalkozás kiállni és előadást tartani a humorról, főleg, hogyha a csillagászati humorról van szó, hát inkább vicceket kéne mesélni. Gondoltam is, hogy mondtam Péternek, olyan jó beszélgetetek itt. Nyugodtan el lehetett volna napolni az előadást, másfél órán keresztül beszélgettek, és akkor sokkal jobban érzitek magatokat, mint egy ilyen borzasztó álmosító előadás után, mert látom, hogy a fejek már lassan kezdenek lekonyulni, szemek lecsukódni. Nem volt jó vicc. Ez viszont jó vicc volt. Mi is a kulcsa a dolognak? Nem a másokon röhögni, vagy röhögtetni. Mutogatnak nekem. De akkor sötétebb leszek. Hanem, ha az ember szerint ejtheti, saját magán is tudjon röhögni. És aztán röhögnek rajta. Mindenféle vakuvillanásokkal körbe mentem a csillagászat történetében, meg a jelenében is kicsit, és próbáltam többé-kevésbé humorosnak tűnő epizódokat felkutatni. Nyilván sokkal több van, szerintem a csillagászat történetében ilyen szempontból senki nem foglalkozott még, de hát vágjunk a dolgok közepébe. Itt van Herschel Karolina idéskori arcképe. Herschel Vilmosnak volt ugye? Azt mondom, hogy Herschel Vilmos, mitől vicces ez? Hát mert ő nem magyar ember volt. De hát nálunk egészen szinte a második világháború, de az első világháború teljesen szokásban volt az, hogy a külföldi jeles és kevésbé jeles személyeknek a keresztelét megmagyarisítottuk. Ugye Clark Ádám az egy egyértelmű eset például, mert ő legalább Magyarországon telepedett le. De hát Edison Tamás nem volt magyar, Flammarion Camille sem volt az. De hát ilyen magyar is jutott a névvel is megjelent Flammariontól kötet. Igen, leghíresebb magyar, Mai Károly. És hát Verne Gyula, ugye? Verne Gyula. Kettejük közül melyik foglalkozott kicsit csillagászattal? Mai Károly vagy Verne Gyula? Hát inkább a Verne. Persze, Verne. Hát, ma már senki nem olvassa szerintem őket, de mi gyerekkorunkban az indián regényekkel együtt megkaptuk azért Verne furcsa, különös 19. századi fantasztikumát is. Ezen a képen nem Verne Gyula látható. William Herschelnek a húgáról van szó, aki azon kívül, hogy húga volt Herschelnek, sokat dolgozott a csillagászat területén is. Ha jól olvastam, 8 különféle üstököst fedezett fel, ezek közül 5 volt az, ami a saját nevét is viseli. Volt olyan is, hogy újrafelfedezés, az Enke üstökös egyik újrafelfedezés és a nevéhez fűződik. Segédkezett bátyjának a távcső készítésben, emellett még saját bevételet is szert tett hölgy létére, ami egyáltalán nem volt szokása a 18. század végi Angliában. A nőknek merőben más volt a szerepe még akkor. Majd meg fogjuk látni Herschel Karolina esetében is. Ugye itt egy idealizált képet látunk, egy korabeli ábrázolása, mint Herschel és húga éppen távcsőtükröt csiszolnak. Bár a húga éppen nem távcsőtükröt csiszol, szerintem, ha csak nem valami fajta adalékanyagot szolgáltat, hanem inkább hozza a teát vagy a kávét a bátyának, aki
nem tudom mit mond ilyenkor, mert éppen dolgozni szeretne. Hát a falon ott van a egyik Herschel távcsőnek a modellje, mert hát a nagyobb méretű távcsővét ilyen fazonra készítette, tehát a 20 lábas, meg a 20 lábas az olyan 50 centis átmérőjű volt, meg a nagy 122 centis is ilyen fantasztikus fazon kapott. Egyetem, ugye mechanikailag nem lehetett másként megoldani a távcsövek, a nagyméretű távcsöveknek a kezelését. Na, hát itt lehet látni egy, igen, a nagy, a közepesen nagy távcsővéről egy ábrázás, amit a kertben állítottak fel, és hát az embernek az a benyomása, mintha meglovagolná valaki ezt a kályhacsövet. Borzasztóan kényelmetlen lehetett ezzel észlelni, és nyilván egyedül nem is ment, csak megfelelő szolga személyzet közreműködésével, közreiktatásával. Hogy a kedves Hugica, hogy vitteljünk, felmászott-e a távcsőnek a fókuszához, azt nem tudom, lehetséges, hogy megtette ezeket a lépéseket, de hát volt neki kisebb távcsőve is, amit kimondottan számára készített a bátyja. Ez a medálion állítólag karunát ábrázolja, hát azt mondják a kortársak, hogy egyáltalán nem volt szép, sőt, inkább csúnya volt, mert ragyaborította volt, tehát ilyen himlőhelyes volt az arca, és hát emiatt talán nem volt annyira kelendő. Ez a bélyek számomra teljesen felfoghatatlan, hogy hogy került ő rá. Van itt minden. Apollo 16, Heli üstökös 1986-ban, és Herschel Karolina is látható. Hát persze azért fel lehet tüntetni őt, mert ő valóban észlelte az üstököst, hiszen majdnem 100 évig élt. Ez alatt a 100 év alatt persze készen is észlelhette volna, hogyha ha jókor él. De a üstökös első visszatérését nem figyelte meg, mert hát akkor még nem érdeklődött a csillagászat iránt. És 1835-ben pedig sikeresen megfigyelhette, már idős korábban. No. Mielőtt bárki megvádolna azzal, hogy micsoda ordinári, persze, hogy az vagyok, micsoda bunkóság ezt ide kivetíteni, hát ez a William Herschel honlap, múzeum honlapjáról származik az illusztráció, ott tették fel, hát egy, nem tudom milyen sorozatban készülhetett el, lehet, hogy csak egyedi példány, de ez egy ilyen színezett metszetnek tűnik. Hát itt éppen nem éppen pozitív környezetben mutatják a csillagászkodó, tudóskodó, női filozófust, aki hát az üstökösből kiáramló gázokat most éppen meg szimatolja, vagy? Tehát ugye lehet látni, 1790-es maga az ábrázolás, ugye ebben a korban a női principium, hogy az utóbbi egyik problematikus megnyilvánulását idézzem fel, hát nem az volt, hogy kimenjünk távcsövezni és üstökös keresni, hanem hát mindenki maradjon otthon a tűzhely mellett, és főzzön az urára, meg egyebek, hát ami csak a nők tudnak jól csinálni. Tehát kimondottan nevetségesnek ítélték meg azt, hogy a hölgyek, hát mi ez, hogy egy nőt tudóskodik. Nyilván ez van a mögött, a ábrázolás mögött. De gondoljunk például jóval korábbi darabra, amit a francia Molière írt a tudós nőkről, ami hát egy eléggé régi, közel 300 évvel ezelőtt született alkotás, és hát annak is a végkicsengése az, hogy hát a nők jobb, hogyha nem foglalkoznak tudománnyal, mert hát abban ugye úgyse tudnak el maradandót elérni, viszont kárpótlások kinevetetik magukat. Ez mára persze megváltozott jelentősen. Itt van a testvérpárt ábrázoló szobor. Ez nyilván van új keletű, ugye egymásból nőnek ki, meg a falból is. És itt pedig az a távcső, amit a feljegyzések szerint William készített húgának. Hát ilyen távcsővet
szakasztott ilyen távcsöveket lehet találni az Egri Csillagászati Múzeumban, 1780-as években, 70-es években érkeztek Angliából. Hát akkor ez volt a módi, a tükrös távcsöveknek az elfogadott szerelési módja. Szerintem hallatlanul nehézkes lehetett ezeket kezelni, épp ezért is különösképpen megsüvegelendő, hogy ezekkel a távcsövekkel olyan fantasztikus felfedezéseket tettek. Még mindig maradunk az üstökösöknél, sőt voltak éppen végig az üstökösök lesznek a fő vezérfonalaink. Ez egy látható, rossz felbontású gúnyrajz. A mozdulatokból le lehet szűrni. Hát itt ez a parókás úr éppen egy egyszerű lupéval próbálja megfigyelni az üstököst. Itt pedig hát nyilván le fogják törni a világító testet, nincs is mese. Ez 1811-ben készült az akkori nagyon fényes üstökösnek a megfigyelésével kapcsolatban, és ez egy mínusz 4 magnitudós üstökös szörnyeteg volt, ami nagyon sokak számára a nagy nyitány volt a 19. század fényes üstökösei sorában. Ugye abban az évszázadban nagyon sok fényes üstökös volt, főleg a második felében. És hát nyilván ez megmozgatta a társadalomnak a különféle rétegeit, hát itt nyilván a polgárokat látjuk, a jól öltözött dámák és urak próbálják észlelni. Hát, és azért vagy folytogatja, vagy ölelgetni próbálja, tehát ezt technikai nem lehet kivitelezni. Tehát nem... A sarokban az tölcsér ott van? Tölcsér is lehet? Igen, tölcsér, valóban. Ezt pedig észre se vettem. Tehát olyan fantasztikus részleteket lehet felfedezni ezekben a régi ábrázolásokban. És nyilván ez a korábban is nevetséges volt, és ma is nevetséges, de még ez hozzáadódik az a finom báj, ami a rárakódott két évszázad is jelenti. Egy másik, sajnos nincs erről jobb felbontású verzióm. Hát itt is egy piaci jelenetet láthatunk, és hát az emberek egy elég erőteljes indulatokat mutatnak az üstökössel kapcsolatban. Tehát ez egy valóban fényes üstökös volt, nem olyan fényes üstökös, mint amiről ma élőben nyilatkoztam a Magyar Televízió hírcsatornájának. Abszolút élőben kijöttek ide a kupolába, és a szabad szemmel is látható Tartulo Giacobbe-i kresák üstökösről kellett nyilatkoznom. A szabad szemmel is látható alatt nyilván a szerkesztő azt értette, hogy hát nem mínusz 8 magnitudós nappal is átvágja a felhőzetet, és hát ugye elég bonyolult volt megértetni, hogy hát ez a szabadszemes láthatóság, ez azt jelenti, hogy Sánta Gábor esetleg, ha nagyon jó kedvében van, akkor elfordított látással talán azt hiszi, hogy azt látta. És hát egy nagyon jó szemű és nagyon jó észlelő, tegyük hozzá. 1814-ben járunk még mindig, ez egy angol gúnyrajz. Hát itt a élemedett korú házi úr, egy rendkívül ronda ember, amúgy, én nem tudom, messzebbről lehet, hogy szebbnek látszik, de közelről nagyon csúnya, szegény. Hát azért vannak fokozatok. Mégiscsak fel lehet valami sor, erős sorrendet állítani. Tehát itt szerintem ez itt a házi barát lehet, aki éppen az üstökös észlelés kihasználja egy kis etyepetye lehetőségére. Hát ez lehetséges, hogy ez abban az időszakban egy roppant sikamlós karikatúra lehetett. Manapság valószínűleg másokat rajzolnának. De hát itt is ugyanaz érvényes, mint az előző kettőre, hogy hát az esetlenség, meg ez a báj, és ez a két évszázad, ami eltelt azóta, nem amiatt nevetséges ez a... Vagy nem csak amiatt mulatságos ez a kép, mert önmagában is egy pikáns jelenetet ábrázol. 1811-ben született kicsoda? Liszt Ferenc. A képen nem Liszt Ferencet látjuk, hanem Mark Twaint, akinek az élete az nagyon érdekesen összefonódott a helyi üstökössel, mert 1835-ben született, és 1910-ben halt meg. Úgy is szokták őt emlegetni, hogy a helyi üstökös hozta író, üstökös is vitte el. Azt hiszem, hogy nem pár évvel a halál előtt jövendölte azt meg, hogy majd ő 1910-ben fog majd elhalálozni az üstökössel együtt, amikor visszatér. És hát milyen szép és kerek történet, egy nappal a üstökös Perry Hingrium átmenete után halt meg. Ez egyébként egy kitűnő amerikai író,
olyan nagyon sokat nem írogatott csillagászatról, de önmagában is szórakoztató és érdekes olvasmány. Én máig nem felejtem el a Huckleberry Finn-t, hogy az micsoda fantasztikus sztori volt. Gyerekként, főleg gyerekként olvasva, hogy rabszolgatartás, meg tutajozás, meg zsiványkodás, Indian Joe, hát vannak benne jó figurák. Ez egy korabeli, tehát korunkbeli karikatúra, hát annyira nem nevetség, annyira nem vicces talán, de az is. Tehát ettől az ember nem csapkodja a térdét a röhögéstől, hanem ugye elgondolkodható, és ez nagyon fontos, hogy legyen valami fajta más rétege is az ilyen általában a vicceknek, legyen legalább egy, ha lehet kettő, és még egy ilyen kis keserű rétege is. A jó vicceknél, a jó sztoriknál ezeket meg lehet találni mind. Hát itt most már ugye nem ment senki se ki oda a szírfokra. A következő látogatáskor egy hatalmas nagy csend van. Ugye ebben ez a jó. Ugye Kulin Gyurka bácsi láthatta kétszer is az üstököst. 1910-ben, amikor rémület forrása volt, és aztán 86-ban potenciálisan megvolt rá az esélye, a lehetősége, nem tudom, hogy ténylegesen megfigyelte, mert ott borzalmasan rossz volt a láthatóság a 86-ban. 81-86-ban. Igen, tehát mindesetre túlélte, legalább ezt a 76 évet plusz-minusz túlélte. És akit nagyon szeretek, ez az Honoré Daumier nevű francia, hihetetlenül tehetséges karikaturista, grafikus és szobrász, művész. Hát ez nem egy önarckép, szóval ennyire azért nem volt vicces a figura, de ez is annyira jellemző a 19. századi karikatúrák, hogy ilyen elképesztő nagyméretű fejeket rajzoltak ilyen Móriczka méretű testekre. Hát önmagában ezt nem érzem nevetségesnek, inkább csak komikus, hogy valamikor ez komikus volt. Hát itt pedig hát a intellektusokról közismert párizsi nyáspolgárok rácsodálkoznak a holtcsarlóra. Ezt ő rajzolta valamikor a század közepén. De hát ez az üstökös, ez önmagában, ez 1857-es üstökös, önmagában is megérdemel néhány gondolatot. Mert hogy ilyen üstökös soha nem létezett. Ez maga az ábrázolás, ez vissza-vissza köszön, hogy jön ugye, régi koroknak az emberei úgy gondolták, hogy az üstökösök halálos félelmet jelenthetnek a földre, és lámlám itt egy ábrázolás, mint a szörnyeteg üstökös szétszaggatja a bolygónkat. Ez 1857-ben például abszolút nem volt jellemző az akkori gondolkodásra, az akkori tudományos gondolkodásra. Az egész üstököst egy ilyen félnótás angol fickó találta ki, aki saját magáról is elnevezett egy világrendszert. Hát ilyen feltalálók manapság is vannak. És aztán igazából itt nálunk Franciaországban, ugye Németországban, Magyarországon is egy német forrásból terjedt el, miszerint egy német asztrológus megjövendőlte azt, hogy 1857. június 13-án fog földközelbe jutni a fenyegető üstökös, és ezzel a világ végét fogja jelenteni. Mint tudjuk, nem következett be a világ vége, hiszen itt vagyunk és beszélgetünk. Sokkal több. És akkor ugye miközben kipusztul a föld, ott röhög rajtunk a telehold. Tehát nem lehet komolyan venni ezt az ábrázolást. Ez nem egy jó karikatúra, és nem is Daumier csinálta, de a következőket már ő. Hát itt a rendkívül gonosz, horvasorú, kecskeszakálú német asztrológus szabadon ereszti az üstököst a többi más kacsával együtt, vagy ugye a kacsatárolóból. Ugye a hillati kacsa az sokkal régebbi eredeti, az nem csak hungarikum, hanem a kacsát azt már akkor is kacsának tartották, ezek szerint a 19. században. És hát itt vigyorogva megy az üstökös, hogy na majd jól megtréfálok titeket. Nagyon sokat rajzolt erről a üstökösről Daumier. Itt egy 19. század közepén után megjelent a Molnár László féle ismertterjesztő könyvvel egy kis, tudom, hogy nem illene idézeteket kivetíteni,
De a lényeg ennek, aki végigolvas ennek, az az, hogy teljesen úgy gondolták még akkor, hogy ha belé is ütközik egy üstökös a földbe, annak semmifajta következménye nem lesz, mert hiszen az üstökös nem más, mint a látható semmi. Ez a jellemzés egy francia csillagásztól származik, bár én úgy tudom, hogy csak az üstökös csóvájára vonatkozik, a Babiné nevű asztronómustól származik, de nyilvánvalóan benne van az egész üstökös témával kapcsolatos hát félretájékozottságunk, ugye akkor még a dinoszauruszokat fel se fedezték, szegényeket. De fantasztikus ez a megvetés. A német lapok által költött csak megvetést érdemlő hazugságon kívül, tehát fantasztikusan állásfoglal a szerző. Egyébként ez egy egészen jó. Tehát ha létezik bamba testtartás, akkor mindenképpen azt kell mondani, hogy egy tökéletesen eltalálta. Ugye kimennek a párizsiak, akik ugye hallották azt, hogy üstökös lesz, hát csak megnézni, hogy mitől fogunk meg kihalni. Keresik mindenfelé, hát persze nem találják, mert azt se tudják, hogy hol kell keresni, és mit kell látni. De ez azóta sem múlt ki, ez a fajta. Hát egy utcai jelenet, párizsi jelenet, több ezer karikatúrája volt a párizsi mindennapokkal kapcsolatban. Hát itt egy, éppen egy zsebtolvaj hívja fel a bamba polgár figyelmét arra, hogy hát ott van az üstökös, tessék, mutatom. Hát közben pedig valószínűleg a zsebóráját a saját zsebébe áthelyezi. Vagy hát ugye itt szintén egy ilyen távcsi tulajdonos, nem amatőrcsillagász próbálja az üstököst megfigyelni, de hát a tájékozottabb nej felvilágosítsa, csak nincsen meg hozzá a szöveg. Világít, hogy társam is van. Igen. Ez is jó. Hát nyilvánvalóan túlzó az ábrázolása, nem lehetett, hogy ilyen sok ember bambuljon Párizs ablakaiban, de valószínűleg nagyon nagy lehetett a hisztéria, hogyha a Domi ezt ennyire megragadta. Egyébként pár éve ezelőtt volt a Szépművészetiben egy kiállítás vele. Hát itt is június 13-át várja a házas pár kifelé bambulva a francia erkély. Hát ez nem francia erkély, de párizsi erkély. Mind a kettőnek egyébként ilyen nagyon düllett szeme van. Hát üstökös korban szenvednek. És aztán és a Monsieur Babiné, akit említettem, a látható semmi feltaláló, ő egyébként egy csillagászat népszerűsít, egy nagyon ismert figurája volt a 50-es évek Párizsának. Hát ugye 57-ben már ő is szakértett, hogy már pedig így van, úgy van, amúgy van. De aztán 58-ban aztán jött egy borzasztó fényes üstökös, valóban, és hát itt a karikírozás tárgya az, hogy hát a szolgáló hamarabb észrevette az üstökös, mint maga a tudós professzor, és hát, de hát maga a mozdulat is egy tökéletes, nem is kell hozzá szöveget is, meg a háttérinformációt se ismerni. Tehát ettől nagyszerű és ettől tehetséges ez a francia grafikus. Itt pedig még szintén egy 58-as, már az 58-as üstökössel kapcsolatos illusztráció. Hát itt egyébként egy csoport nézi az üstököst, jó fényes volt. Itt ez a három asszonyság pedig arról értekezik, hogy ó, az üstökösök valóban igaz, hogy bal szerencsét hoznak, lám, Madame Cossy a múlt éjjel meghalt. De hát nem az üstökös miatt, hanem mert talán már eléggé rozzant lehetett. És egy 1857-es párizsi nagyvilági, ez a nagyon nagyvilági ábrázolása az üstökösnek, 1858-as, tehát a valódi üstökösnek, ami aztán később a magyarországi élclap irodalomban jelentős szerepet kapott. Hát persze hölgy az üstökös felé néz, de hát de vinokjóval már. Két csű világcsővel. Vagy ennek más volt a neve még akkoriban Magyarországon. 1859-ben Jókai Mór az Üstökös című indítandó
humorisztikus, belletrisztikus lap indítása kapcsán erőfizetőket keresett. És hát itt vannak is már ilyen előzetes munkásrajzok. Hát lehetséges, hogy Jankó János volt ezeknek az elkövetője, egy nagyon ismert rajzoló volt abban az időszakban, de hát nyilvánvalóan több szerzővel is dolgoztattak. És ennek az üstökösnek a címadó üstökös, ez 58-ban jelent meg. És valami érdekeset, bombasztikusot szeretett volna Jókai címül választani. Ez sikerült is neki, mert utána évtizedeken keresztül fennmaradt ez a lap, és itt láthatjuk a fejlécét, ahol nem kisebb egyéniség, mint Kakas Márton lovagolja meg az üstökös hurcát? Igen, így is hitték, hogy hurc csóváját. Ez a szamár, az nem tudom kicsit, aki felmászik, de a másik szamár meg éppen leesik. Ez a úriember pedig egy csákjával kívánja befolyásolni az üstökös vagy Kakas Márton pályafutását. Ez egy nagyon jó, nagyon látványos fejléc, sokáig, hát még 1894-ben is így jelent meg. Ezt a példányt különben a Tatai Posztolszki Múzeumban fényképeztem, mert ugye a videóban szerencsésen bővült a gyűjtemény, hát ő további anyagokat kaptak meg a hagyatékból. Magyarországi kedvencünk következik, Bugát Pál, aki egy fantasztikusan kreatív nyelvújító volt, a műszaki és természettudományos nyelvünket is jelentősen megújította. Én végignéztem egy ilyen szószedetét, amiben fantasztikusan ügyes szókreatúrák szerepeltek. Java részét nem értettem volna, hogyha nincsen mellette németül és latinul. Szerintem az ő kreálmáinak a 10%-a maradt fent, a 90%-át pedig az idő rostájának a vasfoga megrágta és kiköpte. Ugye 1830-as években járunk. Létezik egy olyan kisbolygó, magyar felfedezésű kisbolygó, aminek az a neve, hogy Morkoláb. 84.912 Morkoláb a becsületes neve. 2003-ban fedezte fel Sárnszky Krisztián és Sipőc Brigitta. Ez a hivatalos NPC indoklás. Ugye nagyjából két mondatot lehet erre szánni. Az indoklásban az áll, hogy ez egy magyar mitikus állat, amelyik teljes fogyatkozások során a napot vagy a holdat megeszi, csak azt nem fejezi be, hogy utána pedig ki is hányja. Hát ezt így olvastam egy néprajzi munkában. És a névadás pedig az inspirálta, hogy egy teljes holdfogyatkozás során fedezték fel a felfedezők magát a Morkoláb kisbolygót. De mi is ez a Morkoláb? Hát a Bugár Pártól és kortársaitól lehet idézni. A nap Morkoláb és a hold Morkoláb az fogyatkozás. Ugye volt a Bugártnak egy ilyen törekvése, hogy már akkor is elfelejtett szavakat kirángatott a süllyesztőből, és ilyen mindenfajta tájjellegű kifejezéseket próbált átemelni. Ráadásul nem is a köznyelvbe, hanem a műnyelvbe, a tudományos nyelvbe. Ugye ennek a legismertebb példája a górcső. A gór az nagyot jelent bizonyos tájnyelvekben. Érti valaki ezt a szót, hogy gór? Meg dobást is. Igen. Tehát nem mindenütt, de van, ahol a gór szerepel. És a górcső alá vesz, ez a borzalmas hírlapírói fordulat, ez mind a mai napig él, de górcsövet senki nem használ, szerintem már akkor sem használtak, csak mikroszkópot. Hát ő talált ki ilyen jó szavakat, mint tanár, ugye a tanárasztó, hát megrövidítette teljes joggal, mert a tanárasztás az eléggé hosszú. A rovar az a rovárt volt baromnak a összevonása, tehát rovar-robar volt eredetileg. A bar az pedig az állatot jelenti. Rovátkolt állat. Hiszük, ha nem hiszük. A higany az pedig a híganyag, de hát szerintem az arany mintájára gyártották ezeket a mindenféle. Ugye volt kéneny, éleny, és még nagyon sok eny, de ezek pár évtized után nagyon szépen, és nagyon nagy szerencsénkre kihullottak a nyelvünkből.
De sokat röhögnék mai napig is. Talán a csillagász szó talán még nem is nagyon létezett, ez lehet, hogy egy saját találmány, de a csillagászság az már teljesen kiment a közhasználatból. A tekész csillagászság az vajon micsoda lehetett? A szférikus csillagászat. Az észképi pedig az elméleti csillagászat. De tudom, még borzalmasabb szavak is voltak. A boszorkalátmány. Az a fantazmagória. Azt tehátlom, hogy ez egy boszorkalátmány. Azt következtetem. Tehát senki nem tehátol manapság már. Tulajdonképpen magyarul van, de mégse. Az égi testek azok világtestek, az még úgy el is megy. A naprendszernek a bolygó lakóinak viszont a következők a nevei. Hírnök, hölgy, hős, a föld még megmaradt földnek, égúr, övönc és végőr. Hát ugye a hírnök az a Merkur tevékenység, kereskedelmi és hírügyi szolgáltatásaival kapcsolatos. A hölgy, egyszerűen csak szép, a Vénusz, a hős ki más, mi más lehetne, mint a Mars, az égúr, az év bolygó ura, övönc, hát ez marha jó név, övönc. És a végőr, hát a bakter ott a naprendszer felén, az Uránusz. Akkor még nem fedezték fel, nem tudsz, csak 1846-ban. Úgyhogy ehhez még hozzá lehetne tenni azt, hogy a bolygók kísérőit nem holdaknak hívta volna Bugát, hanem poroszlóknak, meg hűségesen követik az uralkodójukat és szolgálják. A bolygócok, csillagcsák, bolygódok pedig a kis bolygók voltak. Nem, ugye csillagcsa, aszteroida, bolygóc, planetoida. Ugye vissza lehet fejteni, és tulajdonképpen az aszteroida meg a planetoida is egy nagyon jó név, sőt a planetoida a lehető legjobb név, mert bolygószerűség. De ez már én nagyon sajnálom, hogy ki halt a magyarországi csillagászati köznyelvből a planetoida. A csapongók, azok az üstökösök. Hát össze-vissza csapkodnak az csóvájukkal, levernek ezt-azt, jönnek-mennek, rémületet gerjesztenek. Csapongók. 10 évvel, 20 évvel később még elő-elő fordul az, hogy csapongó, meg bolygóc, meg ilyen égúr talán már nem. De aztán utána szépen lassan kikopnak ezek a kifejezések, és megmaradnak azok, amelyek tényleg jók. Hát például a távcsőszavunk, ami távcső volt eredetileg. Levénbolygódok, futócsillagok. Futócsillag az tök jó név a meteorokra. Jobb, mint az, hogy hullócsillag, mert hát ugye melyik hullik rá, fusson, ki mit lát, vagy ki merre lát, hogyha valami le akar hullani, akkor ott nagyon nagy baj van. Hát egy futócsillag. Na de hogyha lehullik, akkor vaslebbénce vagy kőlebbénce lehet, avagy kővaslebbénce, ugye lebegő. Lebtan, az a meteorológia. Jó napot kívánok! A bartan pedig az állattan. Hát a napoltok és a napfelszínével kapcsolatban borzasztó érdekes kifejezéseket találni ebben a szószedetben. Nyiladékok, sekélyek, bércek, sepphelyek, likacsok, fényzsarátnakok. A fényzsarátnak az a napfákja. Hát a többi meg hát különféle napfolt viselkedéssel kapcsolatos lehet. Nagyon nehéz megfejteni, hogy mit is akar a kedves szerző, de valamennyire. A Holdon viszont nem kráterek vannak, hanem töbrök. A töbör az olyan, mint a dolina. Ugye víznyelőket hívják töbörnek, hát nem mindenhol, mert nincsen mindenhol víznyelő. Hát Alfonzus töbör például. Jó hangzik. A távcső, a csillagvizsgálóra kitalálta azt a szót, hogy örd. Ilyen röviden. Obszervatórium, vagyis örd. Nem használjuk? Szerintem nem használjuk. Na hát viszont a csillagászati műszerekkel kapcsolatban vannak fantasztikus újítások, ez a színvevő megtörő, ez a legjobb, az akromatikus refraktorról van szó. Ugye akromatikus, ugye nem színe, de kicsit színe, de színvevő, kiveszi a színezettséget a lencséből, meg is töri, és a visszahajló, ami a reflektor. Newton féle visszahajló. Max utóbb Newton visszahajló.
És hát még ennél is kedvesebb a daljátéki kukucs. Daljátéki kukucs, vagy daljátéki kandika, ami a színházi látcső. Hát ugye ez a kétsívű, hogy akkor már voltak a kétsívű távcsővek, azt nem tudom, bár lehettek, mert két párhuzamosan szeret galéri távcső. Nyugodtan lehet daljátéki kandika, de a általunk ismert prizmás látcsővet, a binokulát, azt jóval később találták csak ki. Hát azért ez kell némi kis magyarázat. 1842-ben járunk. Ez a hosszú hajú menő szupersztár nem más, mint Liszt Ferenc. És hát ugye az ő, már akkor elkezdtek a hölgyek ájúdozni, amikor még be se jött. Nem is kellett leülni a zongorához. Még zongorázni se kellett, már ment az ájúdozás. Egy halatlan nagy, fantasztikus zongora virtuóz szupersztár volt. Egy nagyon jó kiállású fesiátal ember. Semmi köze nincs a csillagászathoz, csak megmutattam, hogy milyen karikatúrák, vagy életképek voltak még akkor. 1842-ben járunk szintén, ugye 1842-es év miatt van itt ez a... időnként találkozunk ezzel a egészen szürreális, misztikus illusztrációval. Ez is egy napfogyatkozás ábrázol, mint mondtam, ez a 1842-es, ami Magyarországon is megfigyelhető volt, és itt nagyon furcsa állatok figyelik a jelenséget. Általában három lábuk van, és cső alakúak. Hát itt ez az állat, ez például egy valami fajta Napóleonra emlékeztet, akinek a fején még van egy szögmérő is. Úgy életszerűvé válnak ezek a műszerek. Hát ugye ez, itt egy binokli 1842-ből. Ez egy francia, szintén egy francia karikaturistától származik, a Grandvie nevű, hát viszonylag fiatalon elhunyt művésztől, aki hát leginkább azért emlékezetes, mert egészen fantasztikus ilyen állatfejű figurákat rajzolt. Mi is ismerjük ezt, hogy ugye vannak ilyen bábfilmek, vagy az filmek, hogy az állatokat megszemélyesítik emberi tulajdonságokkal, de az ő figurái borzasztóan élő és elven figurák. Azon kívül valahogy a szürrealizmusnak az egyik előfutárjának tartom én ezt a... Aki ismeri a Genesis, nem Genesis, Queennek valamelyik borítóját, ez onnan van. Igen. Ő követte el. Hát itt közben a nagy labdázó egy értemrend is, mintha leesne valakinek. És hát a ennél röhésebb ábrázolás az állatévi csillagképekről én még nem láttam. Tehát az ikrek azok ugye be vannak. Hát a nyilas az nem egészen így ismeretes, inkább kenteúrszerű figura. Az a sáskaszerűség, ez valami melyik csillagkép lehet, azt fejtsük meg. Itt jobb oldal. De itt az oroszlán. A vízöntő éppen kiönti, és a két rákszerűség az úgy jól el van egymással. Skorpió meg a rák, és látszik, hogy rokonok. Igen. Sáska csillagkép. Hát ebben az időszakban a hölgyeket talán már kissé kezdték máshogy kezelni, tehát nem ilyen kénesős vagy kénfuvallatos illusztrációkat készítettek róluk, mint szegény Caroline Herscherről. Itt egy olyan kötetről van szó, amit Grandvie illusztrált, és a hölgyek számára készített csillagászati ismereteket illusztrálja ebben. Hát ilyen meseszerű tündérkelt, itt valaki távcsövezik. Ezeknek a hölgyeknek ilyen csillagocskák vannak, ilyen Szent János bogár hölgyek. Ott a kertben tartózkodnak, vagy éppen röpködnek. Itt egy fix állócsillagot láthatunk. Ez teljesen hiteles és életszerű ábrázolása az állócsillagoknak. Ha az ember távcsőben néz, akkor pont ezt látja. Vagy itt egy úr, aki csillagászkodik, ködössé, tehát egy ködöt, égi ködöt figyel meg. Hát én most a múlt héten nem egy ködöt megfigyeltem, de egy is így nézett ki.
Hát nem egy messzi objektumnak mondható. Sokkal csinosabbak. Jobb oldalon pedig egy bolygórendszer. Hát az a hölgy az valószínűleg a Vénusz lehet, és körülött ilyen tök fejek keringenek. Szóval igencsak komikus ábrázolás, de valószínűleg nem emiatt szerették őt, hanem mert nagyon jó torzképet mutató. Ő is a francia társadalomnak ugyanúgy, mint Daumier. Ezt a kettőt vagy egy súlyban lehetne kezelni. Hát ugye milyen szép mesevilág. Elérkeztünk a boldog békeidőkbe, 1910-ben vagyunk, és a kedves látogató, a helyi üstökös tiszteletét teszi, bevonul Párizs városába, ahol a rangjának megfelelően fogadják. Ugye nyilván ezeket az ábrázolásokat már akkor sem vették annyira komolyan, de most így visszanézve 100 év elmúltával, hát még nem is mulatságosak, de olyan bájosan mulatságosak az ilyenfajta illusztrációk. Egyébként az 1910-es üstökössel kapcsolatban ugyanilyen világvégi jóslatok voltak, mint 1857-ben, és azóta is még néhányszor. Itt keresztények, íme itt a világ vége, és akkor ugye itt vannak a harsonák, és hát láthatóan kezdődik a felfordulás a földi világban. Hát ugye akkor az volt a probléma, hogy az üstökös csóválja végig söpörte a földön. És akkor már tudták, hogy vannak benne mindenfajta mérgező cianidok is vannak benne, csak hát nagyon elenyésző mennyiségben, és igazából semmifajta fizikai hatást nem lehetett, változást nem lehetett észlelni aznap éjjel, amikor az üstökös csóva végig söpört a földön. De hát ezt a hírlapi emberek felkapták, és eszkalálódott a helyzet a világ végével, világvége várással kapcsolatban. Persze valószínűleg ez ténylegesen abban a korban nem így történt meg, hogy akkor tömeges öngyilkosok lettek volna, meg mindenki eladta volna a házát. Erősen túloznak ezek a világ végével kapcsolatos feljegyzések, nem csak ezzel kapcsolatban, de minden esetre jelentős érdeklődést lehet tapasztalni a korabeli képeslapokon. Németországban is meg volt a megfelelő vonatkozó felfordulás. Talán kicsit erősebb, németesebb humort lehet tapasztalni, hogy itt ez az úr mit keres fent az esernyőjével a táviró vezetéken, azt nehéz megfejteni. Manapság nem ott szoktak közlekedni, de itt kétségkívül jelentős felfordulást okozott. Még annak kéne, hogy elmarad a világ vége a felirat szerint. Greenwichi obszervatóriumot mutatja és környezetét, az üstökös megfélését illusztrálandó. Hát bizonyára nagy volt a tumultus, de talán mégse volt ekkora. És hát főképpen nem dugták ki a csövet a kupolán, ami egy főbűnnek számít az én szememben minden nemű karikaturista esetében, amikor kidugják, hiszen teleszkóp, tehát ki lehet dugni a résen. Igen. Ez szintén a Greenwichi Obszervatórium tevékenységén mutatja. Itt a magát a heli üstököst keresik. Nem egészen korszerű műszerezettséggel, tehát hogy mi tartja egyáltalán meg ezt a csövet, meg rajta az urakat, a professzor urakat, az egy rejtély. De hát ezért karikatúra, karikatúra. Kiállás, ott van, ki van. Igen, és ott fent, mint egy ilyen kis hurkaszerűség. Hát ez a nagy szörnyeteg ott van, ami fenyegeti a... Apilla van óra, gép is ott az óra. Hát... Egy ellensúly is van ott lent. Ugye a mai karikatúrák sokkal kevesebb grafikai elemet használják, hiszen nincs az embereknek ide végignézni mindenfajta kis részletet. Néhány vonal elég sokszor. És mondjuk ez még felirat nélkül is teljesen eleven ez a kép, annyira nevetséges. De hát az egy igazi jó karikatúra, amikor nincsen szöveg. Megérted, hogy mi van. Ez egy német kis kártya védekező üzemmódban. A sikeres amerikai vállalkozó. Még az üstököst is. Hát nyilván műterembe el lehetett menni, és akkor mindenfajta dekorációk voltak. Többek között az üstökös is fel lehetett ülni lovagló ülésben.
Hát ezek meg szerelmi üdvözlő kártyák, amikben hát kölcsönösen bizonyítják egymás iránti hűségüket és döbbenetüket. Bocsánat. Hogy itt ez a római atyafi miért vágja orrba a másikat, aki nem csillagokat, hanem üstökös lát, 1910-ben járunk, az egy rejtély, mindenesetre jó mozdulat, itt pedig hát szeretne hazatalálni ez az angol fiatalember, reménykedve, hogy otthon az üstökös csóva hajlata is megvárja. A párizsi kisújság, ez kevésbé karikaturisztikus, inkább talán csak eltúlzott, arról értesíti az olvasóit, hogy a párizsi háztetők obszervatóriuma alakultak át az üstökös tiszteletére. Azt hiszem, ez valamikor a 40-es évek végén szűnt meg ez alap. És akkor most egy kis karinti. Karintitól nem fogunk semmit se látni, sem olvasni, csak azt szeretném elmondani, hogy mindenkinek mennyire szeretem Karintit, és szerintem a magyar humornak a csúcsán mindenképpen Karinti Frigyes tartózkodik. És hát róla érdekes tudni, hogy érdekes olvasni is Karintit, hogy ő például egy ilyen nagyon világosan gondolkodó író ember volt, aki borzasztóan foglalkozott a saját korának a tudományos felfedezéseivel. Legyen az akár csillagászat, akár orvostudomány, hát hogyha elolvassuk az utazás a koponyám körül, akkor az egy jó kis orvosi kiképzés, diagnózistól egészen az operációig befejezőleg, ami aztán sikeres volt szerencsére. De a csillagászat is helyjel közel foglalkoztatta, azt hiszem a diákkori naplójában van egy ilyen Hazudok című fejezet, vagy egy visszaemlékezésében, és ott arról szól, hogy a iskolai pajtását azzal hitegeti, hogy hát neki otthon van egy nagyon nagy méretű tárcsa, amivel tudja tanulmányozni a marstakok tevékenységét. Vagy például hírlapíróként interjút készített a Schwab Egyetemi Csillagvizsgáló igazgatójával, amikor egy friss intézmény volt, és a világegyetem tágulása, a galaxisok vörös eltolódása szintén egy friss felfedezés volt, de az már benne volt ebben a cikkben, az őt erőteljesen foglalkoztatta. Tessék Karintit olvasni, mert borzasztó jó író volt, és jó költő is. A Galilei verse például Pálatlanul sikerült. Ez már a 20. század második fele. Mindenki felismeri ezt az urat? Aki távolabb ül, jobban jár. Ugye Kulin Györgyöt láthatjuk. Rózsahegyi György karikaturista, nagyon sok értelmiségi híres embert megrajzolt, és utána pedig szignóztatta is velük, tehát Kulin Györgynek nem ez az önaz képe, hanem az Ergyi, aki készítette a rajzot, és szerintem ez egy nagyon jó elkapott portré Kulinról. Igen. Az interneten találtam, 80 ezer forintért árulták, de már nyilván elkelt. Tehát legalább a képet elmentettem magamnak. Kulin és a Gágogó meteorok, hát ez sok-sok magyarországi csillagászi anekdota közül az egyik. Ugye egyik alkalommal Kulin kint volt észlelni, és ilyen érdekes, sötét foltokat látott elsúrni a keresőtávcsőben a hold megfigyelése közben, és nem tudta mire vélni a dolgot. Hát a igazgató nagyobb nagyításra váltatott a Kulinnal, és a nagyobb nagyításban pedig lehetett látni, ezek a fekete pontok nem csak, hogy csapkodnak a szárnyukkal, de gágognak is, mert lehallatszott aztán később a nagy éjszakai csöndben a gágogás. He-he, a Kulin gágogó meteorokat fedezett fel, ez egy ilyen szakállas történet fent a csillagában. Ez nem gágogó meteor, néhány üstökös felvétel Kulin Györgytől. Itt van az eredeti papírkép nagyítás is. Ugye 40-es évek, 39-ben készült felvételek a 60 centis nagy távcsőben. Ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy a Bilin helyet foglaló tudós ember nyomokban hasonlít Kulin Györgyre, szerintem jól gondolja. Ugye ez nincsen fent az MCN honlapon letölthető illusztrációként, de ez is üstökösökkel és az üstökösök észlelésével foglalkozik. Kulin nagy üstökös észlelő is volt, meg szakértője a témának.
hír a világűrből, az üstökösök uszai egyre áttetszőbbek. Tudósok kimutatták, hogy az emberek szimpatikus idegrendszerére ez izgatóan hat. Hát szerintem nem vicces, de egy 50-es évek közepéről az ember mit várjon? Házilag készült illusztrációknál. Itt pedig egy életkép az Uránia csillagvizsgálatból szintén az 50-es évek közepéről. Hát az albérül is látható az egér személyében, és ami fajta bólé készült, tehát buli van. Hogy kiket ábrázol ismeretlen művész, az egy rejtély számomra. Lehet, hogy nem is lehet azonosítani az ürgéket, vagy pókokat. Akkoriban nem is tudom, hogy mondták az ipsét, meg a hapsit. Pofa. Mandró. És még van 100 kifejezésünk erre. Krapek. Ubi. Az üstökös mégsem test. Ez az egyik legmulatságosabb magyarországi csillagászati publikáció. Kalmár Elek nem csillagász, hanem matematikus követte el ezeket a közleményeket. Hát neki az volt az elmélet, hogy az üstökösök valójában nem léteznek, hanem csupán reflexiók. Bizonyítéképpen itt van egy üstököstől készült felvételsorozat, itt pedig a Duna vízén tükröződő parti világításnak a hasonló üstökös csóváit is felhoztak. Nagyon sok szép felvétel látható ebben a kis füzetben a 1938-as Budapestről, az akkoriban szokásos kivilágításokról. És hát ugye ezekkel az elméletekkel zaklatta is természetesen a csillagászokat, akik nagyon-nagyon zokon vették ezt az aklatást. Kalmár Eletnek itt lehet látni a dedikációját, dr. Külin Györgynek, hitetlen, de kedves barátomnak. Tehát ez a nagyon kedves szövegű dedikálás az ellenoldali személynek, azért azt mondhatja, hogy a Kalmár Elet az egy kultúrlény volt, csak hát rossz ösvényre tévedett az elméleteivel. De Kalmár Elet nagyon sokáig még élt a csillagászati köztudatban. Létezett a 70-80-as években egy Csillagásznap című intézmény, ami az akkori szakmai amatőr csillagászati ismeretterjesztői köröket hozta össze. Általában összetartották ezeket a rendezvényeket. Talán 75-ben volt a legelső, és minden évben kiírtak egy Kalmár Elek tudományos pályázatot. Különféle témákat kellett megfogalmazni. 1978-ban az üstökös mégsem test volt a motto, ugye visszanyúlva a kalmári hagyományokhoz, és az egyik pályamunkát Vissza a forráshoz címmel nem más, mint Kulin György írta, később aztán meg is nyerte ezt a versenyt. Ez érdekes módon megjelent annak idején a Fizikai Szemlében is ez a dolgozat, tele van hülyeségekkel, de ezek ilyen tudományos hülyeségek szándékoltak. Tehát a tejútrendszer egy üstökös csóvájából szakadt ki, hát ennél nagyobb örültséget azért nehéz lehet kitalálni. De végülis a tejút is olyan üstökösszerű, olyan homályos valami, végülis lehet üstökösnek is lehet nézni, hogyha valaki szabad szemben nézi elfordított látással. Lehet, hogy felteszik a honlapunkra ezt a cikket. Tehát az, hogy ugye mire használják a csillagászok a távcsövet, hanem másként, hogy a szomszéd asszonynak a vetközési tevékenységét nyomon kövessék, hát ez egy ilyen borzalmasan elcsépelt és szakállas poénkodás, hogy az el nem mondható, és újra vissza és vissza köszön. Ez a egyébként nem is annyira rossz karikatúra, 1961 februárjából származik, amikor egy nagyon jelentős mértékű, ilyen 90% körötti napfogyatkozás volt észrehető Magyarországról, és lehet látni, hogy itt a Népszabadság egy visszautal arra, hogy az egészségügyi minisztérium figyelmeztette a közönséget, hogy ne nézze szabad szemmel a napfogyatkozás, mert ártalmas. De hogy aztán milyen szűrőket, meg egyebeket ajánlottak, az egy kérdés. Hát valószínűleg sokan használták a kormozott üveget. Ugye a hölgy is, ugye február van, nyitott ablaknál a hölgy enyhén alulöltözötten figyeli a napfogyatkozást. Nem is arra néz, és akkor ugye, hogy nem sül ki a szemed, mondja a kedves feleség az amatőr csillagászkodó férnek, ami egyébként nem is olyan rossz poén, mert hiszen, hogyha belenéz a napba, akkor kisül ne a szemed.
tényleg kisülne. Csak hát ez ugye kicsit szakállas vicc. Rudas Matyi volt a pártunk és kormányunk hivatalos humor szócsöve. Nyilván nagyon sok csillagászati és űrhajózási karikatúra is megjelent a Ludasban. Csak kettő ezek közül. Nappá válik a Jupiter című moszkvai tudós, tehát szovjet tudósok által kifejlesztett elméletre reagálva. Még ez is hát nincs elég meleg cím, mert izzad az újság olvasója. Mindenkinek ki van lógatva a nyelve. Nem csak a kutyának, hát nyilván ugye szakmai ártalom a kutyáknál, de a nejnek is lóg a nyelve. És nagyon ronda nyelve van a nejnek. De ténylegesen ez egy tudományos bejelentés volt, hogy szovjet tudósok szerint a Jupiter akár még csillagként is kezelhető, és hát még akár, hogyha szorgalmas lesz, és gyűjtegeti az anyagot magába, akkor még csillagá is válhat. A szenvedjük a csillagos ég, szintén egy ilyen reakció egy korabeli hírlap cikkecskére, ezt egyébként Barta Lajos írta az Esti Hírlapba, és közérdekű dolgokról van szó, változó csillagészterés, ami nyilván emberek millióit érdekelte már akkor is. Magyarország 4. a listán, egyebek. És hát a poén forrás, hogy szintén a hölgyet figyeli az észlelő, és én ökör még elhittem, hogy az eget lesed. Én csak a sodrófát hiányolom a kedves feleség kezéből. És hát ez azóta is, és az előtt is újra és újra ezt elszenvedhettük, mint poén forrást. Ez talán egy fokkal intellektuálisabb humor. Sajdik József, azt hiszem egy kitűnő. Ferenc, egy kitűnő grafikus volt, igen. A napkelte energiatakarékosság miatt elmarad. Ez az egyik kedvencem, az a cím, hogy az amatőr csillagász Brenner György, ő is egy kitűnő grafikus karikatúrista volt, és hát itt igazából az emberi esendőséget láthatjuk, a vágyakozást, és még sok mindent is, kinek-kinek milyen a vélemények, lehet ebből az egyszerű kis rajzocskából lehántani. Az a fajta bambasság, ami Domi esetében tapasztalható volt, ugye a bamba párizsi polgár keresi a nem létező üstököst, annak nyoma sincs. Kicsit mindenkivel, akik egy ilyen kis sámbis fickó szerintem. Valakiben még most is, de lehet, hogy már meghalt. Ugye, eddigiekben olyan vicceket nem nagyon vettem, amit a csillagász szakma generált volna. Ezzel a viccel az a, hogy ez nem vicc, ezzel az ember inkább sírni szeretne. 1989-ben járunk, forrongások éve volt, Népszabadság 89. február 27. száma. Hát bejelenti az MTI, nem a Jerevani Rádió, hanem az MTI, hogy hát kisebbik hír, hogy holdfeljátkozás lesz, a nagyobbik az, hogy UFO adatgyűjtő központ nyílik, hol máshol, hát jobb helyeken is lehet találni erre, mint az Uránia bemutató csillagvizsgálóban. Ahol várják a csillagászok a hiteles bejelentéseket, és mindenki kap cserébe majd egy csokit, vagy valami hasznos dolgot, és lehet venni UFO néző távcsöveket is. Jó napot kívánok! Ilyenkor, hát én 89. február 27, ezt Gyurka Vácsi szerencsére ezt már nem érhette meg. Nem akkor, aki volt az idegenvezető? Nem, akkor még nem volt. Akkor még nem volt meghűlve. Ismerik ezt a kövérkés urat? Ilyen gondolom mindenki ismeri. Hofi Géza. Hát valószínűleg a második, a 20. század második felének a legjelentősebb komikusa volt. De tényleg egy nagyon-nagyon tehetséges pali, vagy ipse. Mókus. Ő nem foglalkozott csillagászattal. Bár kisbolygó viseli a nevét, Sánszki féle csapat elnevezett hol egy kisbolygót. Tulajdonképpen, főleg, hogyha visszatekintünk, bár persze ízlések és pofonok az más-más. Mi Hofi emlőin szocializálódtunk, hogy jó kis képzavarra jöjjek elő.
De akkori, tehát az akkori humor, az akkori poénok, azok ma már annyira nem hatnak szerintem a fiatalok számára. Egyszerűen nem is értik azt az élethelyzetet, amiben mi az egész ország voltunk akkor. De ugyanakkor ez nem egy ilyen szerencsétlen makogás volt, amit ő eladott, hogy odaállt a színpadra, és akkor úgynevezett stand-up tragédiát előad, inkább hagyja már abba a fenébe az egészet, hanem egy külön kis színházi előadás volt mindegyik produkciója. Sikeresen hozta a Prolit, és a Prolinak a képét, vagy a fazonját. A tudományossággal olyan nagyon nem emlékszem, hogy foglalkozott volna, de hát amikor Almár Iván csillagésszel poénkodott, azért az nem volt annyira kreatív poén, és nem az intellektus mélységéről tanúskodott, vagy amikor Rockenbauer Pállal viccelődött, és az ő csapatával, az se volt annyira vicces. A Rózsa Sándor megérdemelte, amit kapott, és még nagyon sokan mások. Tehát ez egy nagyon-nagyon szertágazó életmű. És hát igazából ezt a fajta tehetséget azért vissza lehet sérni nyugodtan. Én a mai generációból egyedül csak ezt a fiatal embert vagyok képes végighallgatni. Egyrészt ő soha nem káromkodik, másrészt pedig valami mérhetetlen nagy humánum és önirónia árad az egész hapsiból. Tehát a mindennapok történései sokszoros csavarokkal megfogalmazva. Nekem nagyon, nagyon szimpatikus, amit ő csinál, de hát azt lehet mondani, hogy ő sem az, hogy kimondott Kazinczy-díjas előadó művész. És hát, hogyha ha egy ilyen Duma színházas produkciót valaki mondjuk végig szenved, akkor az arról szól az egész, hogy jön egy fickó, hát ilyen próbál valamit mondani, viccelődni, több-kevesebb siker, aztán jön egy másik, aztán jön egy harmadik, aztán egy negyedik, és akkor utána el lehet menni haza. Tehát azért a magyar humor, a magyar kabaré műfaj azért ennél sokkal sokszínűbb volt, de nyilván változnak a idők, és úgy tűnik, hogy ez a mostani trend. Hát őtőle hallottam talán egy időben hosszabb, rövidebb csillagászati jellegű eszmefuttatásokat, talán éppen a 2015-ös napfogyatkozással kapcsolatban, de azért azt lehet mondani, hogy az űrkutatás, a csillagászat bármennyi is része a mindennapjainknak, azért annyira mélyen nem rögzült a mai magyar humorban, amit én már annyira nem ismerek, mert mondom, ez a műfaj tőlem azért nagyon távol áll. Hát lassan egyszerűsödik a világunk. Felmegyünk a interneten, a Google indító oldalára, és akkor ilyen móriczkábrák vannak, hogy hát most ki lehet találni, most éppen a nőnap van, akkor sziporkázó virágok vannak. Hogyha mondjuk holokauszt emléknap van, akkor ilyen szomorú dolgok vannak. De hát komoly dolgokkal nem foglalkozik a Google-nak az indító oldala. Tehát úgy néz ki, mintha az egész internetes közeg arra lenne beállítva, hogy 12 éves korig terjedő ikonokkal bombázzák a tudatunkat. Tehát olyan mértek infantilizmust lehet nagyon sokszor tapasztalni, ami egyszerűen méltatlan az emberi fajjal szemben. Tehát ez alól nem kivétel a csillagászatvilága sem, ezt nem is tudom melyik Facebookos oldalon találtam, hát ilyen kis édibédi illusztrációk a csillagok világáról. Mondom, felnőtt emberek is mulathatnak ezen, de alapvetően nem annyira felnőttes viccek ezek. Nem is nevet senki. Vagy mémek. Mikor jöttek ezek divatba? 5-10 éve? Hát van egy ilyen Csillagászati Mémek című Facebook oldal is. Hát ugye mindenki tudja, hogy ki ez a színesbőrű fiatalember itt, Martin Luther King, aki azért ennél egy fokkal komolyabb dologgal állt elő a placra, hogy hát most akkor legyünk már mi is kicsit ember száma véve. Nem pedig az, hogy nem lesz párásodás is, azért tiltakozott Martin Luther King. Tehát vannak olyan történelmi személyiségek, akikkel nem viccelünk. De hát ez ugye nem megy át. Szerintem, hát ugye ezt hányszor láttuk már? Több száz verziója van. Világos, csak hát olyan azért Daumier világától kicsit lejjebb süllyedtünk. Legalábbis, hogy csak ezt a szegmest nézzük.
Hát én a Steven Seagal sokszor alkalmaznám bizonyos rendfenntartói feladatokra, mondjuk a Tarjani táborban, de azért nem kell előni az asztrológiás hülyeségekkel jövőket sem. Amikor a következő... Vagy amikor ennek az előadásnak a végét várod, hozzá lehetne tenni. Ugye van egy ilyen központi mém lerakat, ahol vannak ilyen kitölthető, ügyesen, könnyen kitölthető Moritz, ilyen ábrák vannak, vicces felvételek, és akkor ugye bármilyen tetszőleges szöveget bele lehet írni. Tényleg van ilyen? Ezt csak én találtam ki most, hogy ilyen létezik. Vagy. Ez egyébként ez rólam szól. Inkább rólam. Én is szoktam mondani, egyébként szoktam használni Gotút, de a Gotú Butit. Közel ez a befejezéshez, aki látja, amit lát. Ennek nincsen sok köze csillagászathoz. Ugye volt pár hónap ezelőtt a két farkú kutyapártnak volt egy kezdeményezés, hogy a nagy olasz színész, óriás, ugye, nagyméretű, Bud Spencer emlékére valami fajta közteret kéne elnevezni, és akkor csináltak egy ilyen kalóz elnevezést. A Bud Spencer Park nevet kapta ez a hely, de hát ez több kilométerre van a Polaristól. De hát valamilyen túlbuzgó szakember berakta ide a mi parkunkba ezt a nevet, tehát ez a Barátság Szabadidőpark, vagy Óbudai Szabadidőpark most már a neve, és hát egy jó darabig heteken keresztül Bud Spencer Park volt a Polaris. De a Prince Cream megőrizte a dolognak a lényegét. Na most akkor. A vicces dolgoknak fenekeszlen tárháza az internet, a YouTube, meg egyebek. Bizonyára mindenkinek megvan a maga gyűjteménye, a maga kedvence. Én csak egy érdekességet szeretnék most az A Cappella Science nevű vállalkozás, vagy projektnek a darabjai közül megmutatni. Itt a Pluto szondával kapcsolatos ének darabot láthatjuk majd, hallhatjuk majd, és aztán... Just watch.
enjoyed the video and hope you're excited for Pluto. NASA's New Horizons probe is going to be making its closest approach on Tuesday, but we're going to be receiving data for months to come, so it's an exciting time to be a science fan. This video is supported in part by my proud patrons on Patreon. If you'd like to become an Acapella Science supporter, you can go to patreon.com/acapellascience to find out more. You can get posters, personal hangouts, or your name at the end of a video, like Donald Buckin here. So click on over if that sounds good. Otherwise, you can buy MP3s or posters by clicking the link. But most importantly, don't forget to subscribe and share this with your friends so they too can catch a case of Pluto fever. My name is Tim Blay. This has been Acapella Science, and I can't wait for Tuesday. So long. Acapella Science. No? Ez egy kanadai asztrofizikus, ez a fiatalember. A Bohemian Gravity címmel is csinált egy perturbációt, tehát ilyen jól megírt számokat alkalmas csillagászati szempontból. Hát angolul, meg amerikaiul is kell tudni egy kicsit ahhoz. Ez egy tök jó megcsinált darab volt, és jó volt a szövege is. Hát ez már nem a mi nyugdíjaskodó világunk. Más világ, nyilván egy fiatalabb, frissebb világ. Nyilván ilyen módon is lehet tudományt népszerűsíteni. Viccesen, vicceskedve, és nem kínosan, mert azért nagyon profi meg volt ezt csinálva. És elég volt a fickónak a nézettsége is. Tehát érdemes körülnézni, érdemes szimatolni, vidám pillanatokat szerezni másoknak, magunknak. Lehetőség szerint a lehető legtöbb önironiával, mert azon mások is tudnak nevetni, nem csak mi. Be is fejeztem ezennel. Köszönöm a figyelmet!